Na jó, egy leges legutolsót, még remélem nem élünk vissza a vendégjoggal. Ez az a szám, amit a cappella kell előadni, ez is Beatles. És most ugye mivel nem, hogy is mondjam, tehát erről nem volt szó, ezért Karácsony Jamesnek őrült meglepetés lesz. Szöveg sincs neki. De mondjuk szöveg nem kell, elmondom, hogy mit kéne neked csinálni. Szájgitár. Szájgitár, igen. Ismered a Paperback Writer című Beatles-t? Na, ugye, mindjárt pillanat, mert én nekem ezt a cappella kell. Paperback Writer, Paperback Writer. Na, és neki azt kéne énekelni, hogy James, azt, hogy amikor jön a paperback, right, akkor mit kell, azt nem tudom. Hát majd kitaláljuk. Majd te jössz. Na tessék, akkor tehát most először és utoljára a James Miklós duó előadja a Beatles együttes Paperback Writer című szerzeményét. És azt is csinálhatod. Dear sir, madam, will you read my book? It took me years to write. Will you take a look? Based on an alibi by a man named Lee, and I need a job, so I wanna be a paperback writer. Paperback writer. Thousand pages, give or take a few. I'll be writing more in a week or two. I can manage if you want longer of the style. Make it round, then I wanna be paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. Tisztelt uraim és hölgyeim, hogyha olvassátok a könyveim, megtudhatom, mi a vélemény, s vajon sikerült-e ez az új regény. Ettől függ, lesz-e jó kereset, több száz oldal és 15 fejezet. Most már megvehetitek, már a tietek, konyhakész író. Konyhakész író. Olvassátok puszta szeretetből, hát ha elbódultok a mesémtől, elfelejthetitek azt, ami fáj, míg az én hősöm szenved kiabál. Írjatok nekem leveleket, de ne várjatok sebes feleletet. Most már megvehetitek, már a tietek, konyhakész író. Konyhakész író. Konyhakész író. Író. Konyhakész író, író. Bravo! Köszönjük szépen!